Mint minden nap zaklatták az iskolában Trump merénylőjét, aki sohasem említette nyilvánosan, hogy utálná a volt amerikai elnököt. A gyanúsan viselkedő fiatal a fémdetektoros kapuknál kiszúrták már a hatóságok, és nyomon is követték, de érthetetlen okokból mégsem akadályozták, vagy nem tudták megakadályozni, hogy a tetőre felmászva a gépfegyverével leadja a kritikus lövéseket. Közben azonosították az egyik áldozatát, egy édesapát, aki a saját testével hősiesen védte feleségét és lányát a golyók elől. Magyarországon pedig komoly vita van kibontakozóban arról, hogy Orbán Viktor vajon veszélyben van-e, és hogy büntetni kellene-e a lelövésén élcelődő felhasználókat. Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Kulifai Máté. Ebben a podcast sorozatban rendkívüli hírek és események hátterével foglalkozunk. Ha érdekli a folytatás, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 79 ezeren követnek. Az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával tudják beállítani. Egészen megdöbbentő fejlemények vannak a Trump elleni merénylet ügyében, amely szombat este történt a Pennsylvániai Butler városában. A CNN információi szerint a hatóságoknak még a kampányrendezvény előtt feltűnt a 20 éves merénylőnek a zavart viselkedése a fémdetektoros kapuk környékén. A biztonsági szolgálat jelezte is a belső rádiócsatornáján, hogy tartsák rajta a szemüket, és ezt az infót a titkos szolgálatnak is eljutották. Később a fémdetektoros kapukon kívül a raktárépületeknél civilek is jelezték a biztonsági szolgálatnak, hogy a gépfegyveres férfi felmászott a tetőre és potenciálisan veszélyt jelenthet. Végül a közvetlen fenyegetésről szóló információ vagy nem jutott el a titkos szolgálathoz, vagy ha eljutott, akkor valamilyen eddig ismeretlen oknál fogva nem hozták meg a szükséges lépéseket. A szolgálatok elhárítói, a emelvényen tartózkodó mesterlövészek távcsővel pásztázták a környéket, de úgy tűnik ők sem szúrták ki a támadót, illetve egy közösségi oldalra felkerült felvétel szerint az egyikőjük kiszúrta az utolsó percben, ám valamiért közvetlenül a lövések előtt mégis felnézett az optikából. Szakértők vizsgálják a látottakat, de úgy tűnik, hogy eltéveszthette a célpontot, és azért nézett fel a fegyvertől, majd miután eldördültek az első lövések, azonnal tüzet nyitott és végzett a merénylővel. Egy másik elmélet szerint, és ez egyes oldalokon konkrétan a mesterlövész nevével terjed, bár ezt senki nem erősítette meg, és meglehetősen vitatható a hitelessége, de akár az is történhetett, hogy engedélyt kért a titkosszolgálat vezetőjétől a célpont kiiktatására, ám ezt az engedélyt nem kapta meg. Nyilván most rengeteg még a feltételezés és elmélet kérdés, hogy végül a nyomozások és vizsgálatok mit fognak megerősíteni, ha egyáltalán megtudjuk az igazságot. Az minden esetre egy rádióadással bizonyított tény, hogy a hatóságok látókörében volt a támadó, őt gyanús alaknak minősítették, és elméletben nyomon is kellett volna követniük, mégsem jutott el odáig az eljárásrend, hogy Trumpot időben kimenekítsék a színpadról, pedig valóban csak két-három centiméteren múlt, hogy a volt amerikai elnök nem veszítette el életét a merénylet kísérletben. Közben egyébként az amerikai közéletben, de talán a kollektív nyugati politikai szférában a legtöbben abban látják a felelősséget, hogy a demokrata, illetve baloldali döntéshozók egyre radikálisabb nyelvedettel hergelik a választóikat a jobboldali, konzervatív ellenfeleik ellen. Donald Trumpot például hosszú ideje Adolf Hitlerrel azonosítják a médiában, maga Joe Biden amerikai elnök is rendszeresen fogalmazott úgy a kommunikációjában, hogy elődje egy diktátor, vagy legalábbis diktatúrát szeretne kiépíteni, és ezért az ő személye jelenti a legnagyobb fenyegetést Amerikára, a társadalomra és a demokráciára. Sőt, amikor a legfelsőbb bíróság Trumpnak kedvező ítéletet hozott az elnöki jogkörben hozott hivatali döntések büntetlenségét illetően, akkor számos demokrata véleményvezér úgy interpretálta a helyzetet, hogy akkor Biden is bevethetne mindent Trump eltávolításának céljából, többen még a likvidálást is lehetséges opcióként említették. Tulsi Gabbard volt, demokrata kormányzó pedig úgy fogalmazott erre reagálva, hogy akkor senki se csodálkozzon azon, hogyha valakit Hitlerként állítanak be egy közösség szemében, akkor valaki előbb-utóbb legitimnek fogja tekinteni, hogy erőszakosan lépjen fel vele szemben. Ugyanerre a következtetésre jutott Robert Fico, szlovák miniszterelnök is, aki szintén merénylet kísérlet áldozata lett, épp hogy csak túlélte a reál leadott lövéseket. Szlovákiában szintén a radikális politikai és média hergelést tették felelőssé a drámai eseményért. Fico az első nyilvános Facebook tájékoztatójában pár napja egyébként kijelentette, szerinte hamarosan megismétlődik az övéhez hasonló merénylet, amelynek szintén egy politikus lesz majd az áldozata. Sokan vetették fel aggájaikat azzal kapcsolatban is, hogy Ormán Viktor magyar kormányfő lehet-e esetlegesen egy következő célpontja egy ilyen radikális fellépésnek, támadásnak. Kocsis Máté a Fidesz frakció vezetője fel is hívta ezzel kapcsolatban a figyelmet egy friss Facebook bejegyzésében, amelyben példaként egy most indított szavazást posztolt, amelyben arról szavazhatnak a felhasználók, hogy vajon mikor fogják lelőni a magyar miniszterelnököt. Kocsis szerint haladéktalanul és minden eszközzel fel kell lépni az életellenes uszítások és utalások minden formája ellen. Idézem a frakció vezetőt. Ismerjük a liberális média gyáva és súnyi módszereit, most menetrendszerűen azt fogják mondani, hogy ugyan már feleslegesen ugrottunk rá egy viccoldal bejegyzésére, mert ez csak humor, ez csak szellemeskedés, nem kell komolyan venni. Ezek az idők azonban elmúltak. De bizony komolyan kell venni, mert ebben semmi humoros, semmi szellemes nincsen, különösen a Ficó és Trump elleni merényletek árnyékában. Ez rideg vérvágy olyan elvakult liberális gyűlölködők részéről, akik azt hiszik, elég az indulataikat viccnek álcázni. És még valami. Orbán Viktor csak másodsorban politikus. Elsősorban ötgyerekes apa és hat kisgyermek nagyapja. Szóval pont rohadtul elég volt a liberálisok uszatásaiból, a sunyiságukból, elég volt az agresszív gyűlölködésükből. Idézet vége. Melania Trump egyébként nagyon hasonló üzenetet fogalmazott meg már, ami a politikusok emberi milvoltára vonatkozik. Ő is azt hangsúlyozta, hogy érthető, hogy vannak politikai különbözőségek és viták az országban, de az erőszakos megoldásoktól mindig tartózkodni kell, és fel kell ismerni, hogy minden politikai szereplő valahol egy szép családnak a tagja, emberi érző lény, és a politikai, ideológiai, világnézeti álláspont sosem írhatja felül az emberbaráti szeretett törvényét. Közben újabb információk láttak napvilágot Thomas Crooksról is, Trump 20 éves merénylőjéről, akiről egy korábbi podcast adásban részletesen is beszéltünk. A New York Times értesülései szerint Crooks a Bethel Park városi rehabilitációs központ alkalmazottja volt, a kollégáit sokkolták a hírek, szerintük Crooks lelkismeretesen el végezte a munkáját, és az átvilágítás során sem merült fel vele szemben semmilyen kétség. Az egykori osztálytársai viszont arról számoltak be, hogy egy magányos gyerek volt az iskolában, akit szinte minden nap zaklatás ért. Gyakorta vadászfelszerelésben jelent meg az intézményben, ami egy kicsit dermesztő volt számukra, de nem nagyon gondoltak ettől még semmi rosszra, arról sem beszélt soha, hogy utálná esetleg Trumpot. Ami még érdekesség, hogy a BlackRock egyik oktató imás videójában is szerepelt egy-két éve Thomas Krug. A hatóságok az eddig rendelkezésre álló információk alapján egyébként azt közölték, hogy nincsen arra mutató jel egyelőre, hogy Krux egy nagyobb összeesküvés részese volna, már a lefoglalt informatikai eszközeit még vizsgálat alá fogják helyezni. Azonosították közben azt az embert is, aki a merénylet során az életét vesztette, Kori komperatóre, aki a hírek szerint a saját testével óvta meg a feleségét és lányát, így ő kapta a golyót a támadás során, és nem a szerettei. Az első dörrenések során a családját azonnal a földre vitte, és biztonságisebb helyzetbe, pozícióba helyezte, miközben rájuk borult, és így szerzett halálos sebet. A helyszínen az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. Pennsylvania kormányzója kijelentette, Kori hősként halt meg. Köszönöm a figyelmüket, Kulifai Mátét hallották. Ha tetszett ez a podcast, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, amelyet már több mint 79 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseket is a csengőgomb megnyomásának segítségével. A véleményüket a komment szekcióban várjuk, illetve tetszésüket és nem tetszésüket pedig like és dislike gombokkal tudják kifejezni. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra!